Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, szép jó estét kívánok! A Vörösmarty Színház évadnyitó előadása előtt ugye Molnár Ferenc Játék a Kastélyban című fantasztikus vígjátékát láthattuk. Átadták a város legrangosabb színházi elismerését. Ebben az esztendőben a Proteatro Alba Regalis díjat Juhász Illés vehette át. Szervusz, köszöntelek és gratulálok! Köszönöm szépen! Ez egy dupla ünnep volt egyébként, mert hogy utána egyből a Játék a Kastélyban láttuk, ahol megint a rád jellemző fantasztikus alakítás volt a tiéd. De erről is beszélünk. Most azonban egy kicsit evezzünk a mélyre, egy kicsit menjünk át a múltba. Vonnegut mondta, hogy azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Akármi is legyen, igen, vagy akármi is legyen, igen. No, de hát nem akármi a te életed, hiszen egy kicsit vissza kell mennünk a múltba. Mindenképpen, hiszen először az Angyalbőrben, utána a Família Kft-ben láttunk, de ehhez azt is tudnunk kell, hogy ahogy én olvasom, hogy te sportoló szerettél volna lenni, és nem is akármi, hanem teniszező először is. Hát igen, teniszező. Elég régen volt, de beszéljünk egy kicsit akkor a gyermekkorodról. Hát igen, gyerekkoromban üdvözlöm a nézőket egyébként. Tehát, és igen, gyerekkoromban teniszező szerettem volna lenni, jártam teniszezni a Honvédba, akkor a Margit-szigeten volt, ma már nincs sajnos, ott teniszpálya. És akkor nagyon szerettem volna, de aztán nem ment igazán jó, szóval valljuk be, csak én nagyon, nagyon szeretem a játékot, és nagyon jó volt meg az egyesület, aztán fel is oszlott, és akkor elmentem kajakozni, és az pedig az elektromosba. Na, az viszont nagyon jól ment, csak aztán azt is abba hagytam, mert ott is felosztott az egyesület, az elektromos, és aztán nem tudtam, nagyon jó társaság volt, és aztán nem valahogy, akkor voltam kamasz, és aztán nem, aztán végül is a művészetek erre voltak, mert akkor aztán elkezdtem rajzolni, festő akartam lenni később, meg ilyesmi, de aztán a színház is érdekelt, meg a versek. Igen, ugyanakkor mindig vonzottál a versekhez. Igen, mindig édesapám, már gyerekkorom óta mindig megtanított nekem verseket, mert nagyon szerettem őket, és akkor mondtam, hogy ezt tanuljuk meg. És emlékszem, az első vers volt a Falu végén kurta kocsma. Voltak kedvenc költőid? Persze, vannak mai napi. Petőfit nagyon szerettem, József Attilát. Igen, hát mi még azt a kort éltük meg, amikor még divat volt Petőfi és József Attila. Hát de Petőfi csodálatos költő. És így van. Csodálatos, tehát azért neki nagyon jó versei vannak. És nem véletlen, hogy József Attila is, meg Adi is, aztán később szerintem az ő nyomdokain lettek aztán később költők. Tehát, hogy nagyon-nagyon fantasztikus költő volt, csodálatos tehetséggel. Mi vonzott a színművészet felé? Hát nem is tudom, volt bennem valami, ahogy... hogy talán már akkor is gyerekként, hogy megosztani egy verset, amit én szeretek, hogy megosztani másokkal azt az élményt. Valami ilyesmi motoszkált bennem. Ha mi figyelünk, ugye, ahogy elkezdtem, hogy Angyalbőrben, Família Kft., azért ez túlságosan egyszerű lenne, ha így nézzük ezt az utat. Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy valahogy el kell kezdeni már, mint a színművészeti pályát. Ugye azt tudjuk, hogy elsőre nem vettek fel a színművészeti főiskolára. Később sem. Viszont megtaláltad azt az utat, mint ahogy nagyon sokan, hála Istennek. Egyébként ezért jó ez a kor ma már, hogyha nincs színművészeti egyetem, akkor számtalan helyen talál azonnal, és az országban több helyen is. Akkor ez még másként volt. Ugyanakkor te is megtaláltad az utadat. Hát azért mindig volt, ugye voltak színészek, akik nem végeztek egyetemet, akár Jordán Tamás, vagy ugye Latinovics sem végzett, tehát azért ennek megvolt az útja, ugye régebben az volt, hogy segédszínész az ember, és akkor aztán úgy lesz színész, kettő színész, és aztán a végén színész lesz. Én úgy kezdtem, hogy az Arany János Színház nem vettek föl a főiskolára, és akkor még... konduktor akartam lenni, ha tudod mi az, tehát a Pető Intézetben, aki mozgássérült gyerekekkel foglalkozik. Oda elmentem, akkor még nem volt annyira nehéz a felvétel, szerintem föl is vettek volna, csak édesanyám mondta, hogy hát színész akarsz lenni, van itt egy ilyen stúdió, ahol van felvételi az Arany János Színházban. Elmentem, fölvettek, és akkor ott elvégeztem 2 évet. A családod egyébként támogatta az elképzeléseidet? Igen, mindig a szüleim támogatták. Az elképzelés, hogy szerették volna, ha jobban tanulok, de gimnáziumban ez sajnos nem sikerült, más egyéb elfoglaltságai miatt. Nyilván.
borzasztó. Na mindegy, és akkor aztán úgy volt, hogy elmegyek katonának, de azt mégse vittek el, és akkor pont akkor jött az Angyalbőrben című sorozat. Az előfelvétel is főiskolások játszották a szerepeket, a főszerepeket az Angyalbőrben, de az egyik srác, aki volt, mielőtt elkezdett a sorozat, eltörte a lábát, és nem tudott elkezdeni forgatni. Ezért kerestek helyette hirtelen valakit. És akkor engem találtak meg, és akkor így kezdődött az egész. Mi azt figyeltük meg legalábbis, tehát én természetesen végigkísértem az kizárólagos joggal a sorozatot, hogy lubickoltatok ebben. Ez csodálatos volt, ezt nagyon szerettük. Tehát ez azt is jelenti, hogy ez egy jó csapat, tehát egy igazi közösség alakult ki. Á, nagyon, nagyon jó volt. Mondom, ez másként nem is megy. Nem megy. Tehát innét vannak a jó emlékeid akkor a szurdi csapatról is. Igen, igen, de mindig, valahogy furcsa az én életem, mert mindig valahogy jó csapatokba kerülök, mert az Angyalbőrben is egy nagyon jó csapat volt, ugye az én generációm, aztán kezdődött a Família, és az is egy szintén egy nagyon csodálatos csapat volt, egy baráti családi társaság szinte, egy fantasztikus, tényleg csoda. És most az Arany János, a Fehérvári Színházban is nagyon jól érzem magam, itt is csodálatos. Zsurdi Miklóssal erről beszéltem, tehát neki is a szívéhez nőttek ezek a sorozatok, mert hogy ez különleges. És az emberek szívéhez is, mondjuk akkor nem volt 100 sorozat nyilvánvaló, de azért nagyon figyeltük Vili kalandjait. Egyébként az Angyalbőrben, illetve a Família Kft-ben játszott szerepeid elkísértek hosszasan? Hát nem tudom, ez mit jelent, hogy elkísér. Hát úgy, hogy az utcán találkoztam. Persze. Hát az még ma is szinte ma is megállítanak emberek kedvesen. Persze, az jellemző volt, igen. És akkor közben pedig jött a két sorozat között a Gornagy Mária színi tanada. Igen. Nagyon sok mindenkivel beszéltem, aki részese volt az ottani pedagógiai eszközöknek, mert ez egy különleges csapat volt szintén. Hát szintén. Mi mindent lehetett megtanulni? Hát nem is tudom. Tehát ugyanaz nyilván, mint a színművészeti főiskolán, de nekem úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb volt a kötődés az ott végzettekben. Azt nem tudom. Hát igen, jó tanárok voltak. Mensáros Laci bácsi tanított minket, Mikó István. Szóval, hogy nem is tudom, nagyon meg szerettük egymást valahogy. Nem voltunk olyan sokan, nyilván nem volt annyira kialakult infrastruktúrája, nyilván, mint a főiskolán, tehát, hogy kicsit olyan mindig úgy menni kellett egyik helyről a másikra, vagy szóval nem volt annyira. És nyilván ez úgy összehozza az embereket. Meg, hogy játszottuk a Grízt, ugye? A Gríz, aztán meg előtt Hert. Előtt a színezis Csehót, a Grízt, és hogy ezek olyan nagy sikerrel mentek, és annyira szerették az emberek, ott nem is tudom, százszor, vagy még többször játszottuk a Táliába, hogy az mindig úgy összekovácsolt bennünket. Nyilván. Veled ért véget a 20. század, és veled kezdődött a 21. század Fehérváron. Mi hozott Székesfehérvárra? 1999-ről beszélünk, 20 esztendején már. Akkor, amikor az Angyalbőrbennek vége lett, akkor ugye nem tudtam, hogy mi legyen, mi nem volt munkám, és akkor a Szurdi Miklós idehívott asszisztensnek a Régi Módi Történet című darabhoz, amit ő rendezett, akkor még befogadó színház volt, vagy pontosabban létrejöttek előadások, de úgy, hogy nem volt társulat, hanem idehívtak színészeket, és akkor én voltam az asszisztense annak a darabnak. Margitai Ági volt benne, Egri Márta, és nagyon jó. És akkor megismertem Péter Fiatillát, jó munkakapcsolat alakult ki köztünk, majd ennek vége lett, és utána jött meg Miklós. Asszisztent. Igen, tessék. Ugye a Quintus Konrád után pedig. Igen, de hogy még a Péter Fiatilla szerződtetett le engem 99-ben, igen, meg a Horváth Péter volt itt akkor. És akkor volt egy ilyen meghallgatás, eljöttem, és fölvettek. Bizonyos értelemben otthonra találtál. Igen, hiszen igen, utána abszolút. Pedig jött az a legendás időszak, hogy jöttek Gyula bácsi, Kála Ilona, bizony, tehát csoda csapat volt. Csodálatos Miklóssal volt. Együtt. Csodálatos volt. Cilukával, de jó volt. Nagyon szerettük egymást, valami különös kapcsolat volt köztünk. Miként lehet egy vidéki színházban otthon valaki? Mennyiben más, mint Budapest? Ezt nagyon sok mindenki másként fogalmazza meg, de az különösen érdekel, hiszen te itt vagy 20 éve.
Ugye azért is furcsa a helyzet, mert nem Fehérvárról lakom, de mégis sokat, nagyon sokat vagyok itt, ugye. És hát nem is tudom, egész más egy vidéki színháznak a struktúrája, ugye abból kifolyólag, hogy évente van legalább 8-10 bemutatónk, és minden évben új és új darabokat kell próbálni, és ez fantasztikus. Ugye egy pesti színház, egy Vígszínház, ott azért hosszabban játszanak egy-egy darabot, tehát egy színésznek mondjuk egy vagy két bemutatója van maximum egy évadban. Nálunk nem ritka a 4-5, gyakran volt 5 premierem egy évadban itt az évek alatt. Tehát ez egész másfajta intenzitást jelent itt lenni, meg valahogy ez a város, a közönség is annyira jó, szereti a színházat, meg minket is nagyon szeret, és ez csodálatos érezni, hogy ez van. Jöttek ide például Pécsről színészek játszani vendégjátékra, és azt mondták, hogy milyen jó közönség van itt, hogy mennyire érti a közönség a humort, a drámai pillanatokat is megész, szóval, hogy nagyon jó értő közönsége van Fehérvárnak, és ez szerintem nagyon klassz dolog. Tehát most már érzelmi szálak is fűzik ide. Mindenképpen, persze. Jó. Persze. Tehát a közönség mellett viszont milyen általában egy színész számára a népszínházi státusz, hogy mindent kell játszania, mármint a saját karakterén belül? Persze. Ez milyen? Ez tetten érhető, hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb szerepet belubickol szabályosan, mert hogy hála Istennek olyan rendezők vannak, hogy tudják, hogy mi az, ami illik hozzád. Persze. Tehát a saját karaktereden belül jószerivel minden úgymond idézőjeles sztár szerepet eljátszottál. Most például a Játék a kastélyban, az fantasztikus. Nagyon szépen, köszönöm. Volt-e olyan, ami különösen a szívedhez nőtt? Hát tulajdonképpen nagyon sok előadást szerettem itt. Nem is tudom, mit tudnék kiemelni ebből. Talán szerettem, volt egy Kolpert úr című előadása, itt a Csiszár Imre rendezett, vagy volt a Jégszirom szintén, azt nem a Csiszár Imre, hanem a Valló Péter rendezte. Ezt nagyon szerettem, de szerettem, szóval általában szerettem szeretni a szerepeimet, mert különben nem tudom csinálni. Szóval, hogyha nem szeretem, amit csinálok, akkor az nem működik nálam, tehát muszáj, hogy szeressen. Volt egy-két nehéz időszak, vagy egy-két nehéz darab, amit nehezen nem tudtam elég jól megcsinálni, vagy úgy éreztem, hogy nem találom a hangot a rendezővel, de ez már régen volt, mostanában nincs ilyen. Szóval. Azért, ha 2006-ot nézzük, az egy duplán is egy rendkívül sikeres év volt. Hát az Aranyalma és a közönségdíj és a társulat legjobb díja. Ugye az a Trojszki rendezést azt én magam sem felejtem. A Csongor és Tündért. Egy kicsit beszél arról a balgáról, akit te megformáltál. Mert az egy nehéz szerep, tetszik, nem tetszik, és egy nagyon fontos szerep. Nehéz szerep, és 2006 még akkor született a harmadik lányom, bocsánat, ez csak ez. Azok még, igen. Tehát ez csodálatos dolog, de hogy igen, visszatérve a Trojszki, az egy fantasztikus munka volt, tényleg, hát az, ki is hagytam, pedig az egy nagyon meghatározó élményem, sőt, az egyik, sőt, talán a legmeghatározóbb színházi élményem az a munka, amit vele csináltunk, a Balgával, meg a Tündével, meg az egész társulattal. Ez egy próba folyamat, nem úgy nézett ki, mint ahogy mostanában szokott, hogy van egy olvasópróba, és aztán elkezdjük rendelkezni, hanem volt egy olvasópróba, lelolvastuk, és aztán utána elkezdtünk dolgozni valami egészen különleges módokon, amit még nem ismertünk mi. Olyan mozgásos feladatok voltak, bemelegítés volt minden próba előtt egy órás, és olyan ráhangolódások, és olyan fantasztikus munkák, amit nem is tudok nagyon megfogalmazni, vagy elmondani. Így most olyan helyzetgyakorlatok, amik szokatlanok voltak számunkra, nagyon jó munka volt, és aztán közben is nagyon-nagyon szerettem azt az előadást játszani. Sajnos nem játszottuk sokat, nyilván a műfajából adódóan pont ebből a modern kicsit értetetlen. Tehát a Csongor és Tünde amúgy is nagyon nehéz darab. Igen. Tehát az nagyon nehéz úgy színpadra vinni, hogy valójában megértse a néző, hogy tulajdonképpen miről is van szó, hogy ez a keresés, a szerelem, vagy az Isten, vagy nem is tudom, minek a keresése, ugye, és akkor, ahogy ebben a Balga
részt vesz, szóval, vagy az élet, szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni szerintem, és nagyon nehéz megérteni, hiszen rendkívül nehéz a nyelvezete, és ezt próbálta ő valahogy megfogni modern eszközökkel, amit én nagyon szerettem. Általában a rendező párti vagy? Gondolok itt elsősorban arra, hogy fontos számodra, hogy ki rendez? És milyen elvek mentén állít színpadra egy-egy darabot? Nagyon fontos. Nekem nagyon, én a rendező, nagyon fontosnak tartom egy előadás kapcsán. Még magam szempontjából is, mint egy szerepet alakító színész szempontjából, mert amit magamtól csinálnék, az már számomra unalmas, az mindig ugyanaz jönne nyilván az emberből. Próbálok mindig más lenni, de mégis egy rendező nagyon sokat tud abba segíteni, hogy az ember ne a saját kliséihez nyúljon, vagy ne ahhoz, rögtön elsőre jön belőle, hanem valahogy egy kicsit máshogy nézzen rá a szerepre, és az egy nagyon nagy segítség, abból el lehet indulni. Nagyon szeretek úgy elindulni, hogy egy rendező megmondja, hogy segít, hogy mit szeretne, és hogy merre induljak el. Tehát, hogy ne légy a rutin rabja, semmiképpen. Igen, se a rutin, se a... Igen, szóval mindent kicsit egyébként úgy szeretek elkezdeni, mintha még nem játszottam volna. Soha persze ez nehéz, mert az ember már játszott egy csomót, de hogy mégis egy csomó ideig még bizonytalan vagyok abban, hogy is kellene, és azt egyáltalán nem tartom bajnak, hogy... Ugye 20 esztendel, 2 évtizede itt vagy. Miként érhető tetten a társulat fejlődése, a társulat változásai? Hiszen a világgal együtt változtak azok a rendezők, akik jöttek, a Szurdinál más elvek voltak értelemszerűen. Quintus Conradról nem beszélünk, mert az egy rövid időszak. Igen. Viszont a Szikora megérkeztével mondjuk ő hozott 3 sztárrendezőt kapásból, ami azért új elveket szült, Hargita Iván, Bagó Berci és Horváth Csaba meg főként az ő mozgásszínházával. És akkor, ha most nézzük, akiket szintén az idei évadra ide csábított Telihai Zsótér, Novák Eszter, ez megint egy egészen különleges. Milyen feladatot ró ez egy színészre? Most teljesen mindegy, hogy melyik darabról beszélünk. Mert eddig azért itt volt, jött a Lendvai, nem sorolom, hogy ki mindenki hát vendég. Minél jobb egy rendező, vagy minél többet gondol a szakmáról, a színészről, meg a világról, annál könnyebb a színész dolga. Szóval tehát, hogy és minél jobb kollégákkal játszik, annál jobb játszani együtt. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és nagyon jó a társulat is most. Egy szeretetteljes csapat. És nagyon szeretjük. És nem lók ki senki, én most igen, úgy látom legalábbis. Igen. Mondjuk kívülálló vagyok. De igen, szeretjük egymást, és szakmailag is elismeri mindenki a másikat, és ez nagyon jó dolog, és tudunk, bárki tud bárkivel szívesen együtt dolgozni. Ez a szeretet, ez mit jelent a köznapi ember számára? Hát ez nem tudom, nehéz. Tehát megvan az a megbecsülés, ami teljesen mindegy, hogy kis szerep vagy nagy szerep, hanem általában az embert figyeli, azt az embert, akivel akár a próba után, a próba időszakon túl is szívesen együtt vagyok. Pontosan, ez pontosan jól fogalmaztad meg. Tehát, hogy a próba időszak után is szíves, előtte is szívesen vagyunk együtt, ugye gyakran jövünk együtt, Pestről azok is nagyon jó utak, és visszatérve, hogy kis szerep, nagy szerep, ez itt egyáltalán nem számít, érdekes. Tehát, hogy nem azt, a minőség számít inkább, vagy pontosabban, igen, szóval az, hogy kicsi vagy nagy a szerep, az nem számít. Meg a kapcsolatainkban valóban nem számít az, hogy kicsi vagy nagy szerep, a minőségben pedig mindenki jó, tehát, hogy nagyon... Igen, tehát megtaláltad a helyed. Igen. Engedj meg egy idézetet. Az emberek meg lennének lepve, ha tudnák, hogy ezen a világon mi mindent köszönhetünk az imádságnak. Ezt azért hoztam el neked, mert nagyon sokan nem tudják, de hála Istennek nagyon sokan igen, hogy református gyülekezet, ugye folyamatosan találkozunk veled. Igen. Hát ott az egy nagyon klassz kapcsolat. Ruf Tamás, ugye ő a zenekar vezetője, és a katona zenekar, és ott szokott lenni egy ilyen virágvasárnapi találkozó. Tisztelet, hogy találtatok egymásra? Tamás megtalált valahogy, és akkor így kérdezte, hogy lenne kezem, hát mondom, persze.
Én egyébként így hagyományos értelemben nem vagyok vallásos, de azt most adjuk is, de hogy ezek csodálatos. A Bibliából kell felolvasnom részleteket, és közben a zenekar játszik, vagy előtte, vagy utána, vagy közben, de mindig annyira fantasztikus érzés ott lenni velük, és felolvasni ezeket a csodálatos gondolatokat. Az eleve elrendeléshez nem kell feltétlenül hit, mondom én. Igen, így van. A, és ráadásul ugye bizonyos értelemben kapcsolódik a történeteink, hiszen a versünnep mentoraként, ami azt hiszem, hogy Fehérvár számára nagyon fontos. A múltkor itt összeszámoltuk a fiúkkal, hogy most már van Fehérvár versmondója, tehát a versünnep győztese sok, kicsi győztes, mert szerintem mindenki győztes. Van Fehérvár hangja immáron, van Fehérvár táncosa, tehát meg annyi tehetség. Fontos számodra, hogy közvetlenül is részt vegyél ezeken az nagyon, esemény? Ezeket nagyon szeretem, ez csodálatos dolog, amikor egy fiatal ember, egy létező, hogy itt, és érdekli a versmondás, a vers, és akkor tudok neki segíteni, és látom, ahogy ők is élvezik, és rájönnek, hogy nem mondok hülyeséget általában. Hát van, amikor én is hülyeséget mondok, de hogy ahogy fejlődnek, és ahogy érzik, hogy egyre jobban a sajátjuk lesz a vers, ez nagyon jó érzés, hogy ebben tudok segíteni nekik, és nagyon szívesen és lelkesen is teszem. Kérdésem, hogy mit gondoltál te, és mit gondolt a családod, amikor kiderült, hogy a Pro Teatro Alba Regalis díj az idei esztendőben juhász illésé? Hát én nagyon meglepődtem, nem gondoltam rá, hogy én kapom. Nem tudtam, hogy most lesz, ugye csak kaptam egy ilyen e-mailt. Nem gondoltam, hogy bármilyen díjra érdemes vagyok, vagy hogy ez, nem is tudom, nem tudom erről, nehéz beszélni. De fontos. Hát így már fontos, tehát jól esik, tehát az nyilván jól esik, de úgy nem várom el, hogy én kapjak díjakat, vagy nem gondolom magam olyan különlegesnek, hogy díjakat kellene kapjak. De a közönség szeretete az is egyfajta díj, és hát az pedig elvárható. De mit mondott a családot? Hát örültek neki. Örültek? Nagyon. Örültek, igen. Meg hát nyilván nekik is egy igazolás, hogy ugye sokat vagyok távol, hogy azért talán nem teljesen haszontalan ez. Tehát megerősítés. Igen, megerősítés. No, és akkor keretbe zárjuk a történetünket a Játék a kastélyban. Uh-huh. Én tényleg azt mondom, hogy a szenzációs az egész történet. Ráadásul ez a Mohácsi féle verzió, ami egy kicsit más. Aki még nem látta, azt tegye meg, mert ugye ez nem az a nagyon-nagyon teljesen vidám, hanem itt azért a történések a méltóságot is adják nekünk. Igen. Hogy érzed magad benne? Hát nagyon szeretem. Nagyon közhelyes ez a kérdés. De nagyon szeretem, hát nem is. Szóval tényleg nagyon jól van megírva, Molnár Ferenc ereve fantasztikus, nagyon csodálatos játszani mindig, szerintem, és nagyon jók a kollégák, jó volt a rendezés, szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, szerintem egy jó előadás. Jó, mire készülsz legközelebb? Legközelebb majd a Trianon című darabba leszek benne, és hát azt nem tudom még pontosan, hogy mit játszom, mert ugye az egy nagyon sok szereplős... Ez a Sárosi. Igen. Nagyszerű lesz, igen. Én azt igen. Gondolom, Szikora János rendezésében, igen. Hiszen igen. 100 éve. Van a trianoni évforduló. No, hát akkor lesz dolgod bőven. Én köszönöm szépen, hogy vagy nekünk, mert most már én is azok közé tartozom, akik nyugodtan ezt mondhatják. Köszönöm szépen én is. És még egyszer gratulálok. Jó helyre került ez az elismerés. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász Illés az idei Pro Teatro Alba Regalis díjas színművész volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!